Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Holoda Attila energiaszakértő és minden, ami ehhez tartozik. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát nagyon érdekes dolgok derülnek ki, mindenki mindenkit az Európai Unióba támad, persze azok vannak, akik kiállnak, például az egyik osztrák képviselő Magyarországért is, de egyből térjünk a lényegre. Nagyon érdekes, hogy Lengyelország megszüntette Oroszországtól való teljes függését, glória, halleluja, viszont abban a pillanatban 100%-osan Amerikától lett függő. Na most... iszonyú sokat beszéltünk a lábnyomokról, meg megéri, nem éri meg. Mit is szállítanak, meg mi van közelebb Lengyelországhoz? Oroszország vagy az Amerikai Egyesült Államok? Persze ezek ilyen költői kérdések, de hagyhaljuk inkább tőled egy szakértőtől, hogy egyáltalán mi a te véleményed erről. Ugye azt kell látni, a lengyelek alapvetően ők mindig is beezzenkedtek az oroszokkal való kapcsolat. Nyilván ez történelmileg alakult így. Ezzel együtt számukra is az a legközelebbi elérhető energiaforrás. És ugye volt egy önálló vezeték, ezt a Jamali mezőtől, ezt a Murmansk környékét kell elképzelni, tehát még az európai rész csak ennek az északi területén, annak a kitermelését egy közvetlen vezetéken Lengyelországon keresztül juttatták el Németországba, és ez volt az első között azok közül a négy nagy vezeték közül, ami Európát eléri az oroszoktól. Ugye van a klasszikus ukrán vezeték, van ez a Jamali vezeték, ugye volt az északi áramlat, és van ez az úgynevezett török áramlatnak nevezett déli terület. A barátság kőolaj, ez az ukrán az volt. Az más, az kőolaj. Most földgázról beszélünk. Na most, amikor a lengyelek már korábban elhatározták, hogy ők le akarnak válni az oroszokról, ennek is nyilván megvan a történelmi gyökere, de akkor pörgött föl ez a dolog, amikor ugye a háború kitört, és akkor ők jelezték, hogy jó, akkor ők az oroszoktól leválnak. És a lengyeleknek, mivel ők rendelkeznek tengerparti kikötővel, viszonylag hamar megépítettek egy úgynevezett LNG terminál, tehát ez a folyékony szénhidrogénnek a lefejtő terminálja. És ugye jelenleg Európában a folyékony földgáz behozatal nagyjából 40-42%-a az Amerikai Egyesült Államokból érkezik. Ugye milyen érdekes, én is szoktam mondani az előadásaimban, hogy korábban az orosz függőség az olyan 40-42%-os volt a vezetékes földgázra, most meg ezt átváltottuk egy amerikai függőségre. Annyiban másabb ez a dolog, hogy mivel hajón érkező szállítmányról van szó, a hajó bárhonnan jöhet. És ugye vannak feltörekvő afrikai országok, Nigéria, Angola, akik elkezdtek LNG-t szállítani. Vannak ugye a Távol-Keleten is olyan területek, Indonéziából, vagy éppen akár Ausztráliából is érkezhet a klasszikus közel-keleti forrásokon kívül, de azért az Amerikai Egyesült Államok tudott olyan árat biztosítani, ráadásul csak az Atlanti-óceánt kell átszelni, mondjuk úgy, hogy nem nagyon érinti azokat csak a közel-keleti forrásvonalakat. Ugye mindig szokták azt mondani, hogy mitől megy föl a például egy izraeli konfliktus kapcsán, ugye a gázai konfliktus kapcsán, mitől ment föl hirtelen a földgáz ára, volt ott akkor egy pici megugrás, nagyjából egy olyan 15-20%-os. Hát azért, mert ugye a Vörös-tengeren keresztül van a főútvonala. Egyébként hozzáteszem, nem csak a földgáz szállításnak, hanem a kőolaj szállításnak is, és ugyanígy a tankerek, amelyek, meg azok a nagy konténerhajók, amelyek hozzák Kínából a rengeteg mindenféle terméket Európába, annak is ez a főút. És ha már voltam olyan ügyes, hogy összekevertem a földgázat a kőolajjal, a kőolajat a barátságvezetéken keresztül kapták meg a lengyelek? Abba is leszakadtak? Abban nem, tehát úgy kell érteni, hogy abban könnyebben leszakadtak, ugyanis a barátság kőolajvezetéknek két ága van. Az egyik a déli ág, ami Magyarországra jön, a másik Szlovákiába. Tehát a lengyeleknek direktben a barátsághoz nem volt közük. Ők egy Belorusszián keresztül lévő vezetéken kaptak kőolajat, nyers kőolajat, és ami érdekes, Belorusszián keresztül rengeteg feldolgozott termék, tehát a dízelt is vásárolták. Gyorsan hozzáteszem, Európa nagy mennyiségben vásárolt Oroszországból feldolgozott terméket, tehát nem csak és kizárólag nyers kőolaj érkezik Oroszországba,
Oroszországból, vagy érkezett, mert most már például a feldolgozott termékekre arra egyértelműen embargó van. A kőolajra, a nyerskőolajra, amit ugye a MOL is vásárol a két nagy finomítójába, arra nem lett bevezetve. A lengyelek akkor most honnét vesznek? A lengyelek azok tengeri szállítmányon vásárolnak, illetve nyilván van saját termelésük is. És a saját termelésük az jelentős? Hát az, mondjuk úgy, hogy jelentősebb, mint a mi saját termelésünk a fogyasztáshoz képest, de azért nem jelentős, tehát nem tudják saját magukat ellátni nyerskőolajjal. Én azt hittem, hogy én csak szintévesztő vagyok, de most már lassan, amióta téged ismerlek és energiával is foglalkozunk, már teljesen szimbak vagyok. Szeretném tudni, hogy például ez az amerikai földgáz, ez akkor, hogyha zöldre van a lelkünk festve, akkor tényleg zöld? Nem zöld, egyáltalán nem. Hát ugye a földgáz önmagában egy fosszilis termék, ráadásul ugye az amerikai földgáz szállítmánynak a legnagyobb része, illetve gyakorlatilag döntő része az úgynevezett palagáz ból érkezik, és a palagáz az egy speciális gáz előfordulás. Gyorsan hozzáteszem, ugyanaz a metán. Tehát a metánban nincs különbség, és nem lesz másabb, és nem lesz rosszabb, nem lesz büdösebb, semmiféle más megkülönböztetés nincs, csak éppen a kitermelés módja, illetve az előfordulásnak a lehetősége az különbözteti meg, és ugye nem véletlen, hogy szokták mondani, hogy az Amerikai Egyesült Államokban elképesztő mennyiségű úgynevezett palagáz kutat fúrnak le, és ott úgynevezett hidraulikus rétegrepesztést kell használni, ami tekintettel arra, hogy az amerikai kontinensnek a geológiája jelentősen eltér az európai geológiától, sokkal magasabban található, azaz sokkal közelebb van az úgynevezett vízadó rétegekhez. Ezért volt sok olyan eset, elsősorban a déli területeken, tehát a Texas környéki területeken, ahol bizony előfordult, hogy egy repesztés folytán belekerült a normál ivóvízbázisba is ez a földgáz, és megdöglöttek az állatok. Ebből aztán nagy kampányt indítottak el, hogy a tehenek megitták ezt a metánnal fertőzött, vagy éppen szennyezett vizet, és elpusztultak. Gyorsan hozzáteszem, hogy mindig erre hivatkozva szokták támadni az európai nem hagyományos vagy palagáz rendszereket, csak hogy Európában egészen más. Nálunk sokkal mélyebben van sajnos, ebből következően sokkal, sokkal drágább. Ugye biztos mindenki emlékszik a makói árokra. A makói árokban lévő ilyen előfordulás mélysége 5-6 ezer méter, míg az Amerikai Egyesült Államokban nagyjából olyan 2000-2400 méteren hát már talán. Bizony nagy különbség. Na most ebbe a sok színkeverékbe tulajdonképpen azt mondhatjuk az atomenergiára, a nukleáris energiára is, hogy az is zöld? Ezt nem mondja rá senki, hogy zöld, csak azt mondja, hogy karbonsemleges. Tehát a karbon kibocsátás, vagy CO2 kibocsátás, mondjuk így, hogy mindenki számára érthető legyen, tehát a széndioxid kibocsátás szempontjából sokkal pozitívabb a hozadéka, mint mondjuk egy fosszilis energiából származó villamos energiatermelésnek, hiszen ott el kell égetni vagy a kőolajat, vagy a földgázt, vagy éppen a szenet, ebből széndioxid képződik, és ez kikerül a levegőbe, ezért nem szereti a környezetvédők. Az atomenergia kapcsán ott nem keletkezik széndioxid, viszont az atomenergia egészen más problémákat dob föl a felszínre, azaz mit kezdünk a kiégett fűtőelemekkel, mit kezdünk azzal a nukleáris sugárzó anyaggal, ami mára kikerül az atomerőműből, és utána valamilyen rövid, közép és hosszú távon tárolnunk kellene ezt, hiszen a felezési ideje több ezer vagy több száz évre is tehető, azaz nagyon komoly sugárszennyeződést okozhat az emberiség. De mit kezdünk ezer különbséget téve a sivatagokban található repülőgépparkokról, ami kimusrált repülőgépek, vagy az autóipar szuperfejlődésével, ami sivatagok vannak tele a roncsokkal? Hát igen, a szennyezés és a hulladék, az így keletkező hulladék, az elképesztő mennyiség. Egyébként hozzáteszem, majd az elektromos autók az ugyanezt a problémát fogják fölvetni. Ez lett volna a következő kérdés. Hiszen az akkumulátor termelés és használat során képződik hulladék. Akkumulátor hulladék pedig veszélyes hulladék, nem is kicsit. És ugye ma még nem gondolják sokan azt, hogy ez egy nagy probléma lenne, hiszen nagyjából olyan évente 1 millió tonna ilyen hulladék keletkezik, de nagyjából 20 éven belül ez meg fog 20-szorosodni.
Tehát a 20-szorosára fog emelkedni az így kibocsátott hulladék. Nem csak azért, mert a gyártás során képződik hibás akkumulátor, hanem addigra már kifutnak a rendszerek. Igen. Kifutnak a rendszerek, és ugye elkopnak az akkumulátorok a sok használattól, eléri a saját üzemidejét, és elkezdik visszaszállítani. Ez a hulladék viszont sokkal számottevőbb lesz, mint ami a selejt, ugye a gyártás során képződő selejt. Lelkesen olvasom a Rosszatomnak az információs leveleit. Igaz, nagy probléma van velük, mert eredetileg ezek oroszul készülnek, aztán átültetik angol nyelvre. Angol nyelvre mindenki a sajátát, ebből lesz utána a Ganges partján, ahogy ismerjük ezt Karintitól. De például egy hatalmas atomreaktort építenek most Egyiptomba. És nagyon érdekes, az első lépéseket Dafke a melléktermék majd a temető részébe, tehát azt kezdték el építeni nagyon lelkesen, és mindegy világszenzációt közölték, hogy ez milyen jó megoldás majd eltemetni a sivatagba. Erről jött az ötletem, hogy rákérdezek az egyéb hulladékokra. De ugyanakkor egy tanulmányt is olvastam, amiben férfiasan bevallom, így négy szem közt neked, le is veszem a szemeket, hogy nem teljesen értettem, mert az egyik angol professzor azt állította, hogy ezt az atomreaktor mellékterméket, amit ugye Egyiptomba például el fognak temetni, ezt részben újra lehet hasznosítani. Ez így van, és ez lesz szerintem a jövő. Tehát mondjuk úgy, hogy az atomenergiát használják nagyjából, hát mióta az atombombát? Tehát ugye a 40-es évektől kezdődően, akkor még először háborús célokra, aztán utána ugye a civil használat hozta az előtérbe az atomerőműveket, de az, hogy mit kezdünk ezekkel a nukleáris hulladékokkal, azaz a kiégett fűtőelemeket hogyan tudjuk tárolni, ez mindig egy örök probléma volt, de sokáig mindenki csak azon gondolkodott, hogy hova dugjuk el, ugye ahogy te is említetted, hogy a sivatagba valahova le kell lásni, és akkor dugjuk el a föld alá. Ez rövid távon megoldás, de ugye ezeknek a fűtőelemeknek a kiégett fűtőelemeknek a felezési ideje 2-3 ezer év is lehet. Ez azt jelenti, hogy hosszú távon nem nagyon tudjuk megoldani. És teljesen természetes az a megközelítés, hogy elkezdtek azzal foglalkozni az Amerikai Egyesült Államokban, épp úgy, mint Oroszországban, hogy mit kezdjünk ezekkel a kiégett fűtőelemekkel, miért nem hasznosítjuk őket újra, mondjuk gyengített fűtőelemként, kisebb teljesítményű olyan reaktorokban, ahol már nem ilyen fajta dúsítást használunk, és én azt gondolom, hogy ez lesz a hosszú távú megoldás. Ugye nem nagyon ismert a magyar közvélemény előtt, bár az interneten sokfelé föltárhatók olyan, vagy megtalálhatók olyan filmek, ami a Maják nevezetű településről szól. Ugye az oroszoknál ott van a hosszú távú, vagy középtávú nukleáris hulladék elhelyezője. A katasztrófa, ahogy kinéz az a környék, és hogy nagy valószínűséggel olyan erős a háttér sugárzás, hogy valójában emberi életre nem is nagyon lehet alkalmas, ott az átlag életkor ilyen 40 és 45 év körül van. Ebből következően valamilyen hosszú távú megoldás kell, és ez lehet a megoldás, amit te is említettél, hozzáteszem az akkumulátoroknál szintén, hogy megváltoztatjuk azt a funkciót, amire használjuk, más típusú reaktorokba rakjuk bele, kisebb, alacsonyabb dúsítási fokozattal, nem tud akkora nagy teljesítményt leadni, de mégis csak le tud, és meg tudom hosszabbítani az élettartamát, és gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy nem hulladékként kezelem, hanem hulladékkezelés helyett valamilyen újrahasznosítással újra tudom dolgozni. Ez lehet a jövő, mert ezzel hosszú távú megoldást is tudok erre a kezelésre, ráadásul megmarad a felügyelet. Ugye ez a legfontosabb, hogy amikor használjuk a nukleáris hulladékot az atomerőműben, ott van egy szigorú felügyelet, figyeljük a sugárzást, stb. Pláne ahova beengedik a megfigyelőket és a figyelőket. Köszönöm szépen, sajnos a beszélgetésre szánt időnk lejárt, úgyhogy következő kérdéseimet legközelebb találkozóban fogom föltenni, és bízom benne, hogy erre mielőbb sor kerül. Legyen szép heted, és köszönöm hogy szépen eljöttél hozzánk. És már is a Közel-Keletre térünk vissza, sokan attól félnek, hogy nukleáris fegyverek is, illetve piszkos fegyverek is előkerülnek. Erről fogadom majd dr. Kismelek József, biztonságpolitikai szakértőt, egyetemi tanár. Tartsanak velünk!